Megkezdődtek az érettségi vizsgák Csongrád középiskoláiban. Csongrád megye 9 településén összesen 4920 diák érettségizik. A Bársony István mezőgazdasági szakképző iskola és kollégium végzős diákjai traktoros felvonulással búcsúztak iskolájuktól és a várostól május 4-én. A Csongrád fölé tornyosuló felhőkből felhőtölcsér alakult ki szombat délután. Vasárnap Fábián Sebestyén és Gádoros környékén kaptak lencse végre tubát. Hagyományteremtő céllal rendezik meg a Közösségek Hete országos rendezvénysorozatot. A kezdeményezéshez a Csongrádi Művelődési Központ is csatlakozott. Csongrádon lépett fel Szulák Andrea, az énekesnő anyák napja alkalmából adott koncertet a Művelődési Központban. Köszöntöm nézőinket! Önök a Csongrád Televízió híradóját látják. Szombaton elballagtak a végzős középiskolások, ünneplésre azonban nem sok idejük maradt. Hétfőn ugyanis megkezdődtek az érettségi vizsgák. Csongrád középiskoláiban rendkívüli esemény nem történt, mindenhol rendben zajlanak a vizsgák. A Bársony István szakképző iskolában 36 tanuló jelentkezett érettségizni. Az intézmény igazgatója elmondta, a pedagógusok mindent elkövettek már korábban, hogy minden részletet megbeszéljenek a szóba jöhető tételekkel kapcsolatosan. Magyar nyelv és irodalom érettségi írásbeli része zajlik iskolánkban. Rendben elkezdődtek és rendben folynak a munkálatok. A következő napokon matematika, történelem, angol és német idegen nyelvből, illetve hát utána a választott tárgyak, kémia, földrajz és a szakmai ágazati érettségi tárgyak, erdészet és vadgazdálkodási ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, illetve környezetvédelem, vízgazdálkodás ismeretekből érettségiznek írásban először a tanulók, és majd a júniusi vizsgaidőszak részben pedig szóbeli vizsgát tesznek. A szaktanárok fölkészítették a tanulókat az érettségire, ugye részben a tudás, talán ez a fontosabb, de a technikai részletekre is, hogy hogyan kell kitölteni, illetve mire kell figyelni a vizsgafeladatok megoldása során. Reméljük azt, hogy az izgalom, amit éreznek a tanulók, az inkább segítségükre lesz, mint inkább gátolná a tevékenységüket. A Sági Mihály középiskola falai között is érezhetően érettségi vizsga hangulat van. Ebben a tanévben 29 tanuló tesz érettségi vizsgát. Vannak olyan tanulók, akik az évvégi eredményeik miatt a rendes érettségi vizsga helyett előrehozott érettségi vizsgát tesznek majd. Ma a magyar írásbelivel kezdődött a héten, valamennyi nap folyik majd nálunk érettségi vizsga matematika, történelem, angol és német nyelvből, a következő napokban biológia, földrajz, informatika, vizuális kultúra, illetve az első év, hogy a szakgimnáziumi tanulóknak kötelező a szakmai tantárgyból érettségi vizsgát tenni, tehát lesz olyan nap, amikor a faipari ágazat, informatika ágazat és a kereskedelem ágazat tanulói a szakmai tantárgyból írják az érettségi vizsga dolgozataikat. A Bacsányi Gimnáziumban 84 végzős diák kezdte meg az érettségi vizsgát. Az előző három napban részben őket is megkérdezve természetesen arról tájékoztattak, illetve nyugtattak meg bennünket, pedagógusokat, hogy tényleg úgy érezték, hogy felkészülten érkeztek ezekre a vizsgákra, és viszonylag jól sikerültek ezek a vizsgák. Hát érezve a diákok izgalmát, hiszen mi is ilyenkor valamennyien pedagógusok ugyanúgyan izgalommal várjuk az érettségi írásbeli és szóbeli feleleteket. Átérezve ezt, én azt látom, hogy felkészülten érkeztek a diákok, és remek teljesítménnyel jöttek ki az írásbeli vizsgákról. A 2016-2017-es tanév számos változást hozott, mind az érettségiző diákok, mind a vizsgáztatásban résztvevők számára. Ebben a tanévben először lehet, illetve kell érettségi vizsgát tenni a szakmai ágazati és ágazaton kívüli vizsgatárgyakból emelt és középszinten is. Csongrád megye 9 településén összesen 4920 diák érettségizik. A jelentkezések alapján összesen 69 tárgyból 18009 vizsga zajlik majd a május 5-től június 30-áig tartó vizsgaidőszakban. A
A Bársony István mezőgazdasági szakképzőiskola és kollégium végzős diákjai traktoros felvonulással búcsúztak iskolájuktól és a várostól május 4-én. A mintegy 40 járművel meglátogatták az oktatási intézményeket. A Kossuth téren Bedő Tamás, Csongrád polgármestere és Vári László igazgató köszöntötték a diákokat. Magyar gyártmányú Dutra típusú traktor vezeti a végzős bársonyos diákok búcsú felvonulását. A már hagyományosnak nevezhető felvonuláson hangos kürtéléssel keresték fel a bársonyos ballagók Csongrád oktatási intézményeit. A diákok legnagyobb örömére az általános és középiskoláknál hosszabb időre megálltak. Hagyományosan már negyedik alkalommal kerül megrendezésre iskolánkban a bársonyos búcsú néven híressé vált traktoros felvonulás, ahol is a végzős tanulóink elköszönnek az iskolától, a várostól. Több mint 100 tanuló és több mint 40 traktorral vonul föl. Pótkocsikon húzzák azokat a tanulókat, akik érettségi vizsgára készülnek, és hát akik D-kategóriás jogosítvánnyal már rendelkeznek, ők pedig a saját egyéni traktoraikat is tudják vezetni. A búcsúzó osztályok a szakmát szerző osztály 3 év után mezőgazdasági gépész tanulók, érettségi vizsgára készül 2 osztály, az erdészet, mezőgazdasági gépész technikus és környezetvédelmi technikus ágazatból tesznek majd szakmai érettségi vizsgát a magyar történelem, matematika, idegen nyelv mellett. Ezen kívül van az előbb említett mezőgazdasági gépész szakmai képzésnek egy ráképzéses évfolyama, gépjavítók, ők is most búcsúznak, illetve van az érettségi utáni képzés, környezetvédelmi technikus, erdész technikus, illetve mezőgazdasági technikus tanulók, ők is most búcsúznak ezen a felvonuláson. A Kossuth téren Bedő Tamás polgármester és Vári László igazgató fogadta a végzősöket. Hát ismételten itt vagyunk a Városháza előtt, és örömmel nyugtázhatjuk, hogy ez a bársonyos ballagás, ami immár hagyomány, újra megrendezésre került. Nehéz szavakat találni, főleg olyan embernek, aki egyébként minden napjai túl azon, hogy ezen az ajtón belép és kilép, és végzi munkáját, mint polgármester, azért alapvetően mezőgazdaságban éli, élte, és nagy valószínűséggel élni fogja. Igazgató úr, úgy gondolom tőletek jelképesen talán elbúcsúzott, de még holnap után a ballagó diákokkal itt a Városház előtt is fogunk találkozni. Aki most ballag, annak életében eljött egy pillanat, amikor meg fogja kapni a ballagás követően, a sikeres vizsgák követően azt a papírt, amit most még csak papírnak gondol, de egy hivatást, egy szakmát, amellyel az életét alakíthatja. Én minden évben elmondom, próbálok szofisztikáltan fogalmazni, hogy talán a világ egyik, vagy az élet legjobb foglalatossága az, ha valaki a mezőgazdaságban, valamelyik mezőgazdasági területen dolgozhat. Hiszen valahol egy kicsit ugyan a magunk ura is vagyunk, de mi is ki vagyunk téve a természet erőinek. Ez rengeteg olyan önálló gondolatot kell, hogy elindítson mindenkiben, ami hozzájárul ahhoz, hogy az élet akadályait is könnyebben lehessen venni. Én is számoltam az előbb, nem látom a végét, csak látom, hogy vannak kicsit nagyobb erőgépek is. Én kb. 4000 lóerő teljesítményt számoltam itt össze, azzal szépen fel lehetne itt szántani a főutcát, meg még ma be is vetnénk, el is hengereznénk. Ez egy nagyon szép elfoglaltság lesz életetekben, ha itt maradtok a természet, a mezőgazdaság közelében. De így, és mi mindig szeretnénk, hogyha ilyen sok traktor és ilyen sok felkészült gyerek látogatna elénk. A szervezők jövőre is megrendezik a felvonulást. A Csongrád fölé tornyosuló felhőkből felhőtölcsér alakult ki szombat délután. Szinte ugyanekkor Szolnok térségében tornádó volt. Vasárnap Fábián Sebestyén és Gádoros környékén kaptak lencse végre tubát. A csongrádi különleges égi jelenségről az országos sajtó is beszámolt.
Látványos meteorológiai eseményekben bővelkedett május első hétvégéje. A városi ballagás után alig másfél órával felhőtölcsér alakult ki Csongrád felett, ami nem ért földet, így károkat nem okozott. A Tubát Szentesről is látták. Fél órával a csongrádi tornádó kezdemény előtt a Szolnok mellett kialakult forgószél már földet ért, de jelentősebb pusztítást nem végzett. A csongrádi és a szolnoki eseményekről az országos sajtó is beszámolt. Anyák napján sem maradtunk Tubák nélkül, a Fábián-Sebestyéni fogadhajtó verseny területén is láttak felhőtölcsért, vasárnap délután pedig a csongrádi Tiszagátról volt megfigyelhető egy párciumi zivatar felhő. Tájékoztatjuk a Csongrád Televízió nézőit, hogy a UPC analóg kábel hálózatán megszűnt a Csongrád Televízió sugárzása. Már kizárólag digitális set-top boxon az 502-es csatornán láthatják műsorainkat a UPC hálózatán. Kérjük kedves nézőinket, hogy a UPC kábel televízió ügyfélszolgálatát mielőbb szíveskedjenek felkeresni, hogy set-top boxot kaphassanak a Csongrád TV digitális hozzáféréséhez. Más szolgáltatóknál változatlan maradt a Csongrád TV elérhetősége. Idén először hagyományteremtő céllal rendezik meg május 8-a és 14-e között a Közösségek Hete országos rendezvénysorozatot. Több száz intézmény és szervező közel 900 eseménnyel várja az érdeklődőket a közösségeket középpontba állító eseményeivel. Csongrád megyében közel 70 programot szerveznek. A kezdeményezéshez a Csongrádi Művelődési Központ is csatlakozott. A Közösségek Hete programsorozathoz kapcsolódik Csongrádon, a Belvárosi Kézműves Házakban péntek délután egy rendezvénysorozat, ahol a cselekvék közösségek kapcsán nálunk a Művelődési Központban működő klubjaink életébe tudunk bepillantást nyerni. A Stélik Lajos képzőművészeti kör, aki egyébként is péntekenként szokott a Művelődési Központban rajzolni leginkább, Posta Piroska vezetésével. Az Öregvár utca 58-as számú házban mutatkoznak be. Igazából ezeket talán egy kicsit ilyen nyílt napoknak, óráknak lehet nevezni. Ezen kívül péntekenként a Művelődési Központban működik a hagyományőrző kézimunkaszakkör Kádár Lászlóné vezetésével. Őket is meg lehet nézni a belvárosi házakban, a Gyökér utca 19-es házban. Ki lehet próbálni, hogy mit készítenek, milyen kézimunkával foglalatoskodnak, nagyon jó hangulatú, jó kis csoportok. Ezen kívül a Röpőpáva kör és a László Imre baráti kör, itt tulajdonképpen átfedések is vannak a tagok között. Szintén jó hangulatú csoport, be lehet kapcsolódni, meghallgatni néhány nótát, dalt, és a Csongrádi Kertbarát Klub mutatkozik még be, lehet velük beszélgetni, különböző rendezvényeket, programokat, előadásokat szerveznek, többnyire a Művelődési Központban, vagy más kertekben, szőlőkben, és most 16 órától borbemutatóval is kedveskednek az odalátogatóknak, azokat a borokat mutatják be, amik már nyertesek. Csütörtökön a Csongrád Városi Diák Önkormányzat fiataljai fognak a főtéren önkéntes akciót lebonyolítani, melynek keretében a padokat, melyek rossz állapotban vannak, azokat fogják felújítani, és lehet hozzá még csatlakozni másoknak is. Illetve szombaton délelőtt a Csongrád alsó vasútállomás szeretnénk kitakarítani egy kicsit, előtte a füvet lenyírni, összeszedni a szemeteket, ehhez az akcióhoz is lehet csatlakozni mindazoknak, akik szeretnének a közösségért egy picit tenni a városban. Ez 10 órától lesz, kb. Egy óra hosszáig fog tartani. Csongrádon lépett fel Szulák Andrea. Az énekesnő anyák napja alkalmából adott koncertet a Művelődési Központban. A koncert előtt Bedő Tamás polgármester, az esemény fővédnöke köszöntötte Szulák Andreát. Az énekes örömmel fogadta el a szervezők meghívását. Arra emlékszem, hogy gyerekkoromban Csépán nyaraltam rokonoknál, és jöttünk be Csongrádra vásárolni. Tehát így maradt meg az emlékeim, de azóta persze többször már jártam erre, meg talán léptem is fel. Bár most annyira gyönyörű ez a környezet, ahol vagyunk, hogy nem ismertem rá. Szerintem itt ilyen nagy felújítások lehettek azóta, mióta én nem jártam erre. Épp azt állapítottam meg, egy nagyon szép város. A felkérésem anyák napi műsorra szól. Hát igyekeztem olyan dalokat összeválogatni, amik
amik talán közelebbről érintik az édesanyákat, a nőket, kortól függetlenül. Tehát ez egy fontos momentum, hogy ez a műsor ez nyilván nem válogat a nemek között, de ma úgy gondolom, hogy ezt elsősorban az édesanyáknak fogom küldeni, és tök mindegy, hogy fiatal édesanyákról van szó, vagy idősebbekről. Nagy, én is édesanya vagyok, és múlt héten volt 10 éves az én lányom, úgyhogy most már nagyon édesanya vagyok. Most jönnek majd a próbatételes időszakok szerintem, így 10 év után, úgyhogy drukkoljanak nekem. Mindig igyekszem egyensúlyt teremteni a család és a munka között. Azt gondolom, hogy ez a karrier szó, ez olyan pejoratív lett már itt az eltelt évek, évtizedek alatt, hogy nem is szeretem használni, mert ez egy tudatos döntés volt a részemről, hogy én leszek a legszulákandibb szulákandi az országban, hanem így hozta az élet. A színházi szerepek, a televíziós feladataim, most egy kicsit arra vágyom, hogy legyen egy kis pihenő, tehát még már nagyon várom a nyarat, de akkor sem lesz sok pihenés, mert a színházakkal jövünk, megyünk az országban is, nem csak Budapesten, és persze lesz egy csomó koncertem, de nagyon ügyesen úgy terveztem meg a nyarat, hogy azért ebben lesz sok nyaralás is a kislányommal, illetve ő is el tud már engem kísérni nagyon sok ilyen nyári turnéra, ahol neki a kollégáim között, a kollégáim gyermekei között és közöttük jó kis barátságok alakultak ki, úgyhogy ők majd bandázni fognak együtt. A műsorban olyan hangok csendültek fel, amelyek az anyák napja üzenetét emeli ki. Esténként úgy váltolak, tudnod kell, ez nem panasz, és nem sírok, csak bán, a cigaretta füst attól könnyezem. Boldogság, gyere haza, késő van, gyere haza, honnan jössz, nem érdekel, gyere haza, csak ennyi kell. Néha féltem, hogyha nagyon megnéztél egy csinos lány, de elfeledtem mindent, úgy öletél át. És ma sincs nálam boldogabb, ha belmocs, ez nem panasz, és nem sírok, ne félj, csak erős ez a fény, attól könnyezem. Boldogság, gyere haza, késő van, gyere haza, honnan jössz, nem érdekel, gyere haza, csak ennyi kell.
megkezdődtek az érettségi vizsgák Csongrád középiskoláiban. Csongrád megye 9 településén összesen 4920 diák érettségizik. A Bársony István mezőgazdasági szakképző iskola és kollégium végzős diákjai traktoros felvonulással búcsúztak iskolájuktól és a várostól május 4-én. A Csongrád fölé tornyosuló felhőkből felhőtölcsér alakult ki szombat délután. Vasárnap Fábián Sebestyén és Gádoros környékén kaptak lencse végre tubát. Hagyományteremtő céllal rendezik meg a Közösségek Hete országos rendezvénysorozatot. A kezdeményezéshez a Csongrádi Művelődési Központ is csatlakozott. Csongrádon lépett fel Szulák Andrea, az énekesnő anyák napja alkalmából adott koncertet a Művelődési Központban. Új híradóval legközelebb pénteken 19 órakor várjuk Önöket. Adásainkat megtekinthetik honlapunkon a www.csongradtv.hu weboldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!